A lányka megemberelte magát, és fölkiáltott. Keresztpapa! Keresztpapa! Mit csinálsz odafönn? Gyere le hozzám! Ne ijeszges! Csúnya keresztpapa! Kiáltotta Marika, mikor meglátta Drösszelmájer urat a fali órán. De egyszerre csak vinnyogás és cincogás támad körös körül, és a falak mögött, mintha ezer kicsi láb szaladgálna és futkosna, és ezer kicsi lámpácska csillanna a padlódeszkák rései közül. De nem lámpácskák csillogtak, nem. Kicsin szikrázó szemek voltak ezek, és Marika észrevette, hogy mindenünnen hosszú farkú egérkék bukkannak és nyomulnak elő. Csak hamar az egész szoba megtelt a top-top és hop-hop morajlással, az egerek egyre sűrűbb és egyre villogóbb csapatban szaladgáltak, s végül felsorakoztak szakaszokban úgy, mint frici katonái csata előtt. Marikát mindez igen mulattatta, s mivel csöppet se iszonyodott az egerektől, már-már már elpárolgott a félelme is, de hirtelen olyan fütyülést hallott, amitől a hideg végig futott a hátán. Ó, mit látott! Nem, kedves olvasóm, tudom, Épp úgy helyén a szívetek, mint a bölcs és bátor hadvezérnek, Stálbraun Fricinek. De ha azt látnátok, amit most Marika, bizonyosan mind megfutamodnátok, stalán talán azt hiszem, ágyba is ugornátok, fületek rántva a takarót, vagy azon is fölül. Szegény Marika még ezt se tehette, mert közvetlenül kicsi lába előtt mész és homok szóródott fel a padlón, és szétmorzsolódott téglatörmelék is a padozat alól borzalmas sziszegéssel hét egérfej bukkant fel, hét szikrázó koronával. Csak hamar előnyomult a hétfejű egér király, akit háromszoros sivitással üdvözölt egész serege, és egyszerre indultak kap-kap, trott-trott a szekrény felé, ahol Marika állt. A félelemtől úgy dobogott a szíve, hogy azt hitte kiúrik, majd meg azt érezte, megdermed a vér az ereiben. Hátra tántorodott, és akkor klip, -klip A szekrény üvege szilánkokra tört. Ugyanakkor éles fájdalmat érzett a karján, de a szíve meg is könnyebbedett. Nem hallotta a sivítást, fütyülést, minden elnémult. Na, no, nem nézett oda, azt hitte, az egerek megrettentek az üvegcserepek csörrenésétől, és eliszkoltak. De mi ez megint? A szekrényben Marika háta mögött különös mozgolódást támadt. Hangocskák zajongtak. Fölkelni! Fölkelni! Csatára! Még az éjjel! Fölkelni! Csatára! Ezzel a hanggal kedvesen összezengő kicsi harangocskák is csilingeltek. Ha, a kis játékom! Örült meg Marika és félreugrott. Akkor látta, a szekrényben csodálatos a világosság, és sürgölődés, izgés mozgást támadt babák szaladgáltak, kiskarjukkal hadonáztak, aztán egyszerre fölemelkedett diótörő. A takarót ledobta, kipattant az ágyból, kirántotta a kardját, a levegőben ugrált, kiáltozott. Knak! 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 Csőcselék csapat! Letyefetye had! Buta egér had! Knak! Knak! Egér had! Krik és krak! Legyefetje csak! Kedves alatvalóim! barátaim, testvéreim, velem lesztek a kemény harcban. Három bufó bohóc, pantalóni, négy kéményseprő, két citerás és a tamborás lelkesen kiáltott. Igen, uram! Hűségesen kitartunk melletted! Veled megyünk a harcba, a győzelembe, vagy halálba! És az elragadtatott diótörő után zuhantak, aki vállalkozott a veszedelmes ugrásra a felső polcról a mélybe. Igen. Ők könnyen ugráltak, mivel egyrészt csupa sejem és posztóruhát hordtak. Másrészt a testükben semigen volt más, csak vatta és szecska. Úgy puffantak le, mint a gyapjas zsákok. Szegény diótörő bizony kitörhette volna kezét, lábát, mert gondoljátok el, a polca csak nem két lábnyira volt a földtől, a teste meg merev, mert hásfából faragták. Úgy bizony eltörhette volna kezét, lábát, ha a veszedelmes ugrás pillanatában Klárika kisasszony föl nem pattan a diványról, és karjában nem kapja a hőst, kihúzott karjával együtt. Hó, te édes jó Klárika! Zokogott Marika. Mennyire félreismertelek! Bizonyára szívesen adtad az ágyacskádat diótörőnek. Klárika kisasszony azonban gyengéden magához szorítva az ifjú hőst, így szólt. Ne menj! Ó, jó uram! Ilyen sebesülten és betegen a küzdelem veszélyes. Nézd, milyen harci kedvel gyülekeznek alatvalóid. Buffó, pantalóni, kéményseprő, citerás és tamburás nem vannak már. És az én polcom mézes kalács bábói is fészkelődnek. Látod? Pihenj meg, ó uram, és nézd csak a győzelmüket de Klárika hiába szólt. Diót ölő rukkapált lábával, a cifra tehát a földre eresztette. Diótörő térdre ereszkedett, és lovagiasan azt csuttogta. Ó, hölgyem, az irántam tanúsított nyájaságodra mindig emlékezni fogok a csatában, harcban. Ekkor Klárika olyan mélyre hajolt, hogy az emberkekarját megfoghatta, szeliden fölemelte, Leoldotta magáról csillámos, ékes derékövét, hogy Diótörőre kösse, ő azonban hátrálcs, azt mondta, ne pazarold rám kegyeidet, mert... Itt megakadt a szava, felsóhajtott, és Marika szalagját kötötte a derekára. Millógókarját vidáman forgatta, s fürgén ügyesen a padlóra ugrott. Észrevetted, kedves olvasóm, hogy Diótörő már korábban is igen jól érezte Marika jóságát szeretetét, ezért sem akarta elfogadni Klárika kisasszony szalagját, bármilyen csillogó és pompás lett légyen is az. De mi lesz most? Amint diótörő leugrott, a vinyogás és cincogás újra hallatszott. Az asztal alatt számlálhatatlan egér gyülekezett, és minnyájuk közül kimagaslott a hétfejű egér király. Mi lesz most? Mi lesz most? Azt majd holnap megtudjátok.